Sziasztok, itt vagyok, egy kis hagymás törzskrumplit úgy döntöttem, most azt főzök, és ebben most már a vizet felkészítettem, hogy meg beletettem a sort, befedettem, és akkor alágyújtottam takarékon, hagyom, hogy melegedje, és amikor majd összedarabolom a krumplit, meg lehámozom, megmosom, összekockázom, és akkor megcsinálom úgy, hogy összedarabolom, és amikor összedarabolom, beleteszem, összetöröm, és úgy kókuszolajos, szóval megcsinálom a vörös hagymát, és beleteszem, majd csak ki tudom már köpni. Egy csak olyan vizé, tezem fel. Itt van ilyen, hát nem mind ilyen nagy, de ez az egy ilyen nagy, mert ez az egy volt, amivel reménykedtem, hogy nem fekés. Hát hál' Istennek nem fekés, és ide belerakom a tálba. És a tálba fogom beleaprítani a másik tálba, és úgy fogom beleönteni a főzővízbe, amikor az felfőtt, és utána főzöm még egy fél órát. És akkor később jövünk megint. Így van. Hagymás paprikát. Kezembe veszem, elvágom négybe, meg még így utána megint háromba. És ezek a krumplik? Ezek lesznek. Nem van pucolva a krumplik, a hazaik is, és még a tető is mozog. Vedd le, vagy takarítom a fedőt, vedd le, közé. Hol van fel? Ez az vett le. Tedd oda, úgy oda, úgy vedd le, csak vigyázz, ne csúgasd. Vidora, hogy hiák le? El van zubogva a víz. Ó, ez fel ez jó sikra. Így vágom be a krumplit. Ennyi van. Készen van, még akkor az még jön még hozzá. Még gyorsan, ezt is össze kell mondani, ugyanúgy. Igen. De már szaporább lesz, mert ez a kisebb. És akkor így jár. Jövünk egy pár perc múlva. Itt van még ennyit beleteszem. Még egy adagnyi. Még egy adagnyi. És azt így ide letesszük. Így. És akkor most ezt szépen összekavarom és befedem. Hogy följön. Vagyis nem ködöm be, mert teszek rá egy kis nagy lángot, hogy följön. Egy. És most mi következik? És akkor így ez befedem. Azt hagyom, hogy följön, meg fő egy fél óra alatt. Jó, az megvan utána, van még valami? Olyan. Jó szóval. Lesz. Ha nem, akkor pucolok egy másikat, de megpucolom meg, vagy ezt a kettő közül valamelyik jó lesz. Csak most megpucolom, és felteszem izébe, olajba, és igen, kókuszolajba. Hozd már ide a húsvágó deszkát. Nézzük, mielőtt most pucolódik le a haja. Ráadtam ez a hagyma. Ennek már kisfia született volna. Vagy kislánya. Ez
Ja, már mindjárt nézzük. Akkor ezt lehet maga egy kis kenyére megenni. És akkor itt van ez. Ezt lepucolom és felkockázom és beleteszem abba a kis lábosba. Teszek alá a zsírt, kaukuszolajat, és megpirítom benne. Mert paprikát az rá lesz borítva, amikor össze van törve, akkor sebtő olvász, mikor aminek volt, amikor nem volt hozzá semmi, csak ez hagymás paprikás tört. Még a barátnőjeim is, mikor eljöttek hozzám enni, és megkóstolták, azt mondták, hogy a hagymás burgonyának adjam meg a receptet. Hát én megadtam nekik, de azt mondták, nem olyan volt, mint az enyém. Hát mondom, azért, mert nem én csináltam. De ha én csináltam volna, akkor jó lett volna. Megmondom, akkor az úgy... Kockázzuk a hajzat. Ketté, ami rossz, az kiszerem, mert is nem rossz, hanem beleszáradt ez a... Szárazza itt. Ez itt ez a, ami kilóg az öt hely, amikor új hagymánk tesszük. De beleszáll. Elkezdem egy aprítani. Egy. Apró kockákra, jól látom. Így van. Ha jól látjátok. Ha jól látjátok, ha nem, akkor nyissátok ki a szemeteket. Így be. Írdalom a hagymát, és akkor így. Így. Csak két hagyma. Két hagy. Fejjel. Így van. Szoktam beletenni egy kis fokhagymát, és nem teszem. Vegyek bele. Egy gerizdet. Nem. Nem rontja el. Arra jó, apa, kihagyjuk. Falig. Azt a faz... Ebbe teszem bele. Így. Addig butasod. Van ereje. Van ereje a hagymának, szóval se róla. A csipám már kicsíte. Miről úgyse fog át, nem érzitek. Már mindjárt az aurum is kiszeli. Az aurumból a takonyt is kiszeli. Erre is látok. Szépen felkockázzuk a hagymát. Hát már az a szépségtől ez messze áll. Beletjük a kis fazékba, csak el megpirítás. Megpirítok. Aztán összehezkel ebbe a krumpliból. Szarom is el csöppe. Ennyi már készen van. De nem is. Várjál, mondjad, most sírás van. Most sírás van, mert sír... Sírás van, mert eszi ez a hagyma erős. Igen. Jó, ereje van. Te Prímából vettem. Én így szoktam a Prímából venni. Nagyon erős lesz. Jó kis erős van. Közben már kezd felfőni a krumpli. Prímá? Már passan le lehet vinni. Ja, kisebb fokozatra. Ja igen, vedd le takarékra. Vedd le szépen takarékra is. Úgy, ha följön. És akkor is. Bocsánat, nézők is, de... Na, akkor majd jövünk nem sokára. Szóval. Na, fel van aprítva. Hagyma. Itt van mellette a krumpli. Most elméletileg ennek most pirulnia kéne. De nem még alatt, még akkor még nem. Még alatt, majd még ezután. Még ez ott fog. Ha még ez nem, most már kezdünk. Csúszik. Na most van ránk alatt a kis hagyma. Szépen megpirítjuk. Nem kell megpirítani, csak üveges. A köveges. Ebben még majd megy paprika. Piros paprika az a főznyivel. Csípje a szemben neki is. Na. Úgyhogy most ez itt a dúsztalódik, dínztalódik, és akkor...
akkor utána talán még jövünk vissza. Most ezt itt, igen, beleteszem a kocskába. Újra itt vagyunk. Újra itt vagyunk, most teszem bele, hát ilyen paprikát teszem bele, kettőbe. Így. Így. Ezt így, ez így jó. Ez elég is lesz. Én ilyen tejfölös dobozt, nyugodós tejfölös dobozra tartom a paprikát. Jó lesz nekem. Ezt így itt belekavarom. Így. Így összekavarom is a... Ami melegség van itt a tűzkáján, attól így nem fog beleégni, mert de még melegen tartja. Így. De már csak. De. Már jövünk nem sokára vissza. Így van. Nem tudok már kész is. Nem itt a krumpli? Az sokára lesz. Készen lett a krumpli. Hozzám előbb lesz a hagyma is. Az még két nap. Még három. Majd akkor már leszámolj. Nem, azt így kell még. És akkor így összetöröm. Nyomjuk, törjük össze a krumplit, tör krumpli. Alakul. Így. Ami minden át látszik. Magyarul a paprikás umpinak is, vagy kis részt állam is, hogy csináltad volna. Majd amit te veszel, abból azt csinálom. Ezt én vettem, hogy csináljuk belőle azt, amit én akarok. Csak javas. Tődörik a krumpli szépen. De nem orsi. Na, rá van írva egy parompi. Ja, de hát az őt nem szeretett. Hát, szeretettem volna a paprikáson, de hogy csak úgy találta meg úgyse, de legalább... Nagyapám is írna le majd rólna meg. Még a parompi is van benne. Össze van törve. Nézzétek, gyertek. Így van. Ó, bassza. Ennyi a hajgurcsokat. Ú, de be. Most így megfogom, hogy szépen rájöntöm, és fincsau lesz. Ilyet még nem ettél? De hogy is nem. Külfegymástől burgonya. Így van. Azt úgy ismerjük. Így van. Külfegymástől burgonya. Nem így össze. Így. Megvár, külös törzsbogonya. Így. És akkor így jól lesz. Így néz ki. Így most szépen összekeverem, csak olyan nehéz keverni, mert bírna ez a fokonál, nem szeret hozni a fokonál. De hát ezt találtam meg. Na. És akkor ez már... Készen is van magyarán, szerintem. Így van, és megy a... Nem tudom én, mit tudom. Na, amit mellett vesz. Ez minden. Kézzel húzza a hasány. Olyan. Na, ennyi, készen van. Már lesz. Melyik? 23-as. Be, így néz ki. Na, akkor jöjjék vágyod hozzá. Legyetek jók. Ne felejtkezzetek feliratkozni. Szavaztok.